Legjobb játékosa nélkül maradhat a téli szünetben a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK első ligás labdarúgó csapata. A francia-mali állampolgárságú Ibrahima Tandja annyira megtetszett a FCSB tulajdonosának, Gigi Becalinak, hogy megvásárolná a háromszéki klubtól a csatári játékjogát, írja a Gazeta Sportorilor. Tandja az idei bajnokságban már 8 gólnál jár, ezzel a Sepsi OSK legeredményesebb játékosa. Becalit épp a Sepsi OSK FCSB meccsen mutatott játéka alapján győzte meg arról, hogy Tandjának helye lenne a csapatában. A fagyos pályán neki nem adott a gondjai a labdakezeléssel, ugyanakkor betalált a kapuba és adott egy gólpaszt is. Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője a közelmúltban ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy senki nem távozik a csapattól a téli szünetben. A sepsiszentgyörgyiek holnap este zárják az évet a 20 órától kezdődő Concordia Kiazsna elleni mérkőzéssel. Ezen Tandja azonban nem lép pályára, ugyanis 4 sárgalap miatti tiltását tölti. Gólzáporos meccsen 19-0-ra nyert a házigazda csíkszeredai sportklub a Jégkorong Románia Kupa első napján a Sportul Studencészk ellen. A másik csoportban a Brassó 4-3-ra nyert Galaccal, míg a Sztyáva hosszabbításban verte a Sapientia U23-as csapatát, a sorozat ma folytatódik. Hatodszorra rendezték meg a Szovátai 2-es számú iskola sporttermében az amatőr teremfoci kisküküllő kupát. Az idén 16 csapat nevezett a tornára, amelyet a Sóváradi Inforeg nyert meg sorozatban negyedszerre. A mérkőzéseket teremlabdarúgásra használt labdával, de 4 helyet 5 mezőny játékossal játszották. Ez azonban nem akadályozta meg a feleket abban, hogy megpróbálják látványos akciókkal bevenni az ellenfél kapuját. A rendezvény ilyenkor karácsonytáján lassan hagyománnyá vált. Ez a 6. kisküllőkupa, Kovács Barni a szervező, és 16 csapat vesz részt a bajnokságon. A karácsony előtti időszakban a vakációzó, magasabb szinten focizó labdarúgók is részt vehettek ezen a tornán, így például a válogatott teremlabdarúgó Szőcs László is jelen volt, de több olyan focista, aki a nagypályás 3. vagy 4. ligában szerepel, mondta el a tornát szervező Kovács Barna. A Szovátáról szeretném megköszönni a szovátaiaknak, hogy 10 csapattal jöttek el erre a turnéra, tehát 10 csapat volt Szovátán, volt Parajd, volt Farkaslaka, Csíkfalva, Udvarhely, Vásárhelyről 2 csapat nagyon színvonalas mérkőzést produkáltak. A torna 7 méteresekkel dőlt el a sófalvi Inforeg javára, azonban a lényeg az volt, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, kapcsolatokat építsenek, barátságok alakuljanak ki, és ezt a célját teljes mértékben elérte.